Köszöntöm a SpaceBridge nézőit! Gyermekkorom egyik kedvenc filmje a szellemírtó volt, ugyanúgy, mint olyan sok gyereknek annak idején vagy akkoriban. Így hát érthető, hogy amikor megláttam, ezt, megláttam hogy a házból Transformert csinál a mára már legendává vált 1960-as uh, kedilek márkai autójukból, nem voltam közömbös irántam és úgy alakult, hogy a feleségem meglepet ezzel a figurával karácsonyra, úgyhogy meg tudom nektek mutatni ezt a különleges Transformert. De mielőtt megnéznénk, uh, vessünk egy pillantást a dobozára is, ezúttal igazán megéri. Nos, itt is lenne a figurának a doboza. Hát, hogy legyek, már ez maga az embert nosztalgiával tölti el, mert klasszikus G1-es dizájnt kapott a csomagolás, tehát mint a logóba. Itt, ha megnézitek, ugye a G1-es figuráknak volt ilyen a felirat. Maga a megnevezés, a karaktereknek a neve is. Tehát egy az egybe abszolút arra ravaz, vagy hasonlít. Itt van egy kép, magáról, az autóról, vagy az Ekotronról, nevezzük őt így, mert ugye ez lenne a karakternek a neve. Ektotron, Ekto egyes, ugye maga az autónak a neve, de a karakteré az Ektotron. Szóval, itt van egy kép róla alt módba, ami ugye a szellemértők autója. hát itt már világos lehet, hogy bár ez a szellemértőknek az eredeti autója, viszont itt a Rosdafolt az elején sejteti, hogy ez a legújabb filmből készült, legalábbis ez az utalás rá így a fényezésébe. Meg majd még lesz egy-két apróság, ami eltér a 84-es filmbeli külsejétől az autónak. Itt látható az oldalán, ugyanúgy, mint a G1-es figuráknál, egy kép a karakterről, ö, ugye jármű, robotmódban, egy pedig járműmódba. Itt látható a hozzájárt két kis szellem. Ugye Smiller, vagy Ragacs, azt már ugye őt ismerhettük a régi filmekből is, de ez a Muncher nevezetű karakter, vagy Muncher, ő nem Számomra nem ismert volt még a korábbi filmekből. Az új filmet, megmondom, őszintén még nem láttam, majd próbálom pótolni. Azt hiszem, hogy ő abba debütál az legújabb filmben. Na és hát a hátújjal doboznak az egy, az egybe G1, tehát ezen nincs mit mm, magyarázni igazából. Annak idején, aki tépet föl ilyen doboz, vagy nyitott ki ilyen dobozt, annak ismerős lehet maga ez a kép is Optimusról és csapatáról, itt pedig az álcák támadnak, így talán jobban látható a kép is, uh, illetve itt alul pedig maga a karakternek egy kis leírás, és akkor ugye az erő, az intelligencia, a gyorsaság, a tűzerő, stb. 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 tehát itt fel vannak neki sorolva, és ugye egy 1-10-es skála, ami mutatja, hogy éppen az adott fázisban mondjuk ugye az ereje az 8-as neki, Hát ez alapján egy elég erős alapváltóról van szó. Még egy kicsit mutatom nektek ezt a nosztalgikus képet. Ugye a StarScream alakot vált, Sandwave, lézercsör kiugrik belőle, vagy lézerbik, Optimus maga, Bumblebee, talán ösvényvágó, csatár, napcsillantó és sportjázó látható még itt a képen. A doboz alja az pedig ennyit mutat nekünk. Nagyjából. Jó, ennyit a dobozáról. Na most a dobozhoz járt nekünk még az átalakítási útmutató, ami nem meglepő, tehát igazából minden transformerhez szoktak adni. Hát ez igazából robotmódból mutatja be nekünk, hogy kell altmóddá alakítani. Hát ilyenkor jönne esetleg jól az, hogy mégis altmódból hogy kell robottá. Illetve azt, hogy magát a fegyverzetét azt hogy kell felszerelni Ectotronra. Hát, megmondom őszintén, hogy azzal egy kicsit az ember úgy meg tud küzdködni, tehát maga a jármű módban rárakni, ezeket a kábeleket föltekergetni, kicsit bosszantó. Na mindegy, ne szaladjunk ennyire előre, járt még hozzá ez a kis fehér papír, ami fölhív minden veszélyre a figyelmet. És, ami, hát számomra nem volt meglepetés, mert tudtam, hogy jár a figurához, de mégis egy nagyon klassz, adtak hozzá egy képregényt. Na most ez az IDV, Transformers Ghostbusters első száma. Gyakorlatilag ez a képregény azért klassz, megmondom nektek őszintén, mert maga nem csak azt, hogy kaptunk egy szellemírtó autót, hanem kaptunk hozzá egy eredesztorit. Tehát magát, Ectotron-t azt beleillesztik nekünk a transformerek világába, és, és elég jól tehát megmondom őszintén, meglepő módon jól sikerült. Itt uh, Gozer -Go -Go megjelenik a cybertronon tehát gyakorlatilag ez a 84-es filmnek a nyitó jelenete szinte. Ha megnézitek, akkor itt vannak mellette ezek a, uh, amikor vízköpők voltak, itt hát ilyen fényvízköpők, és gyakorlatilag Megatronék itt állnak ennek a toronynak a tetején ugyanúgy, mint Venk mennék annak idején Szellemírtók filmnek a végén, ugye itt van Sunwave, Megatron, Starscream és Shockwave, és lefolytatják ugyanazt a beszélgetés szinte, aminek ugye aztán az lesz a vége, hogy válasszák meg, hogy hogy halnak meg, megjelenik nekik egy óriási Starscream, Starscream arra gondolt, tehát ez nagyon hasonló 84-es filmhez. Na, itt ugrunk egyet. A bárkát látjuk, ahogy megy a föld felé, vagy legalábbis a bárkához hasonló hajó, de ez a bárka, és van írva, hogy árk. Igen, megy a föld felé, és hát a fedélzeten van ez az új karakter, Ectotron, Cliffjumper és Bumblebee társaságába. És itt látszik, hogy nem egy kis robot egyébként, bár bumblebee ugye nem túl nagyok, de ugye Ectónak körülbelül a derekáig érnek. Itt acél fel is feltűnik a képen, Optimus is, egy kis közjáték, egy kis beszélgetés, Megérkeznek a Földre, itt közben a Földön a kedvenc szellemírtóink éppen egy aktuális szellem ellen harcolnak, valahol talán a Central Park környékén, de ez csak tippelem. És hát lényegében a autójuk az megsérült nekik, StarScream is jelen van, kiszúrják, mint szellemet, mert egy StarScream meghalt, befogják. Itt viszont kettőt lapoztam, ez az, ami megzavart engem, mert a. Vagy hármat? Aha, igen. Na itt kimaradt egy olyan dolog, hogy maga az autójuk nekik igen megsérült, és jön a bárkának a szondája, ami letapogatja. És Ectotron ezután veszi föl az ECO1-esnek az alakját. Lényegében itt besegít nekik uh, maga a szellemek elleni harcba. Illetve hát, becsánat, itt kicsit meg vagyok zavarodva. Szóval megismerkedik a szellemírtókkal. És akkor gyakorlatilag egy, egy faszak is, faink is eredett sztorit kapott, itt egy kis reklám már az új filmnek. És még további képregény ajánló. Hát lényegében ennyi, tehát ez a sztori, ez beleilleszti őt a szellemírtók, illetve a transformers világába, ezt az új karaktert, ami klassz, én úgy gondolom. De ennyit a képregényről, és akkor szerintem nyissuk az űrhidat, és jöjjön az Ecto 1-es. És itt is van Ecto Tron altmódjában, ami a szellemírtók legendás autója, ugye az Ecto 1-es. Mellette pedig a két kis szellemtárs, és azt kell, hogy mondjam, hogy első ránézésre így nagyon jól néz ki, nagyon ígéretes a figura. Hát nyilván én már többször is ránéztem, de vizsgáljuk is meg együtt, aztán meglátjuk, hogy mi tetszik rajta, mi nem tetszik rajta. Tehát, ahogy mondtam nektek a videó elején, ez nem a szellemirtók első filmből az autó, illetve hát abból az autó, csak ugye már maga az utolsó filmből, ahogy későbbiek folyamán megtalálták, ilyen rozsda foltokkal az elején. Ugye tehát ebből kiadott a Hasbro egy olyan verziót is, aminek nincsenek rozsda foltok, ami még maga az első filmből, annak kék a szirénája, és még egy-két apróság, például nincs a hátulján neki ez a szellemírtók jel, maga ez a kis létra jellegű, pedig amit található, ez erre az oldalra van felszerelve. Nagyjából ez a különbség a kettő között. De most vizsgáljuk meg magát, ezt az autót. Tehát ugye nagyon klassz, hogy liszenszált kis kedileg logó van itt rajta. Tehát uh, itt úgy látszik minden engedélyt megkapott a Hasbro ahhoz, hogy uh, megcsinálhassák ezt az autót. Nem csak a filmjogok, hanem maga az autógyártól is. Az elején nagyon szép neki. Tehát látjátok, hogy a hűtőrácsa minden formájában, a lámpáiban a kedileket idézi. E, rajta egy kis rendszám, hogy ez is igényes, hogy megcsinálták az Ecto 1-est. E, figyeltek ilyen apróságokra is, hogy tényleg itt a visszapillantó tükör, a kerekei azok nagyon-nagyon klasszak, tehát ö, maga a felni gyönyörűen ki van mintázva, ki van festve a fehér rész és a fekete rész is külön. Tehát, és a hátsó keréknél is pedig ugye az félig rejtve van ennél a típusú autónál. Az az érdekes egyébként, hogy annak idején a szellemírtók filmhez azért választották ezt az autót, ö, maga ezt a típusú 1960-as kedileket, mert egy akkoriban nem volt még egy olyan kult autó, nem volt annyira egy keresett autó, és pont az volt, hogy belefér a venkmenéknek a pénzébe ez az egyszerű autó hogy ö, beindítsák a kis vállalkozásukat. Na, tovább nézve, ugye a tetején láthatóak ezek a szirénák, ami szintén jól visszaadja a filmet, bár nem kék színűek, hanem átlátszó kristályelemek. Itt a tetején található neki szintén kettő kis villogó, ö, és még itt is található egy, ez kékre is ki van színezve, tehát ez is egy nagyon-nagyon jól visszaadja a filmet, nagyon életű akkor hátulról nézve, szintén egy sziréna, szintén plusz még kettő villogó, és hát maga a kedileknek a jellegzetes hátsó lámpái, tehát ugye maga ez az ív, ez nagyon ennek az autónak a védjegyévé vált a kedileknek. Jó, tehát itt hátul is akkor az Ecto 1-es rendszám, szellemírtók szimbólum, ami az oldalán is megtalálható, ahogy a másik oldalt is. Gurulni egyébként nagyon jól gurul a figura, tehát ezzel abszolút elégedett vagyok. Hát megmondom őszintén, amit talán változtatnék rajta, az ablaküvegét. Tehát ugye így az ablaküvege egy átlátszó kristályos műanyagból van, és hát végül is látszik nagyon a belseje, hogy, hogy nincs neki igazából belseje, hogy a Transformers részek vannak. Én ezt szívem szerint egyébként így leragasztanám, úgy, ahogy általában a Toy Hexes matricákkal leszoktuk ragasztani. A tetejére, rátérve pedig, vagy visszatérve, pedig hát bőségesen van a tetején ugye mindenféle szellemírtó kütyű, ami klassz, mert a filmben is ugye volt nekik az autójukon, tehát ez így ez így rendben van. Most az, hogy micsoda, mi, hogy, azt meg már nem tudom nektek megmagyarázni. Akkor a rajongója nem voltam soha a filmnek, hogy most utána nézzek, hogy mit visszajövő, hogy ez a fuxus kondenzátor, meg ez, meg az. Tudom, hogy tartották a fegyvereiket a kocsi tetején, legalábbis egy részét, egy részét, meg hátul, ez egy szép nagy autó volt, figurába is egyébként az. Alulról pedig ezt mutatja. Hát itt azért látszik, hogy ez egy Transformers, de hát a robot módjára majd átalakítás után. És akkor még nézzük meg a két kis szellemet, ami járt hozzá. Itt van akkor Mancser, remélem jól mondom a nevét. Hát ő az új üdvöskéje, azt hiszem a új résznek legalábbis. Ő lenne az ügyeletes kis aranyos karakter, ami gondolom mindenkinek a szívébe lopja magát. De mondom magát, a filmet még nem láttam remélem jól sikerült, de hát az előző filme, hogy ember lányok voltak a főszereplő, az akkora csalódás volt, hogy nagyon elment a kedvem ettől a franchise-tól. Nos, hát teljesen átlátszó kis kristályteste, teste, ilyen zselés gumis teste van neki, ilyen kis üvöltő feje, hat kis kezecskéje, hát sok minden nem látszik belőle, de a való életben sem mutat túl sokat. Alján pedig van neki egy ilyen kis picike lyuk, amivel lehet rögzíteni őt, tehát ezzel a lyukkal föl lehet rögzíteni őt így az aljára. Valahogy itt a tetőn van egy ilyen kis kiállás. És akkor így. Jó, akkor ő volt az első. És akkor itt van a második is, ami lényegében egy ugyanabból a ragacsos anyagból indult, vagy készült, mint maga a kék kis figura. Hát ő mindenki számára ismerős lehet, ugye ragacs már a első, csak egy kis fókusz kapjon, már maga a első filmben is szerepelt, utána olyan népszerű, hogy a mesébe is belevitték. Hát igazából rendben van. Én mondjuk soha nem voltam azért a karakteré oda, de lényegében nem rossz, azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz maga a kialakítás. Neki is van egy ilyen kis lyuk az alján, amivel lehet rögzíteni őt, csak fókuszálna egy picit, amivel lehet rögzíteni az autó tetejére, de az autó tetején csak egy csatlakozási pont van, tehát őt maximum ide rárakhatjuk a motorházszetőre, és akkor így berakhatjuk a vitrínbe. Így magát a szettet. Nos, hasonlítjuk is őt össze, már korábbi transformerekkel, ugye úgy gondoltam, hogy ami ideális lenne hozzá összehasonlításba, például maga a MP Bumblebee, hiszen ez egy licenszelt Volkswagen, ez meg egy licenszelt kedilek uh, típusú autó. Tehát ők így mutatnak együtt. Méretben szerintem még egyébként akár egész jók is lehetnek, talán B egy picit lehetne nagyobb. De megmondom őszintén, hogy ezt a két típusú autót még nem nagyon láttam egymás mellett a való életbe, De ők így mutatnak. Aztán Studio 86 széria Jazz ők ezt mutatják. És a Kingdomos Optimus-szal pedig ezt mutatja a szellemírtók autója. Hát nyilván ez a kamion egy kicsit kicsi ehhez a kedilekhez. De ez van. Ők ilyenek így együtt. Nos! Akkor úgy gondolom, hogy más nincs is hátra, megvizsgáltuk rajta mindent, még egyszer alaposan így az elejéről egy oldalról és hátulról. Alakítsuk át az autót. Az átalakításra egyébként nem lett neki túl bonyolítva. Azzal kezdjük, hogy a legtöbb átalakítást levesszük róla, ami leszedhető, ugye ebbe az esetben az a két szellem, illetve a tetejéről a fegyverpakot, amit úgy kezdünk, hogy kihúzzuk innen ezt a kis kábelt. A másik oldalt innen lekapcsoljuk ezt a létrát, ezt akár így le is hajthatom, és kihúzom innen ezt a kék kábel köteget. Egyébként ez az, ami megnehezíti az embernek az életét, mikor összerakja a tetejére ezt a pakot, és innen levesszük ezt a puskát az oldaláról, ami így néz ki. Meg is mutatom nektek, ugye ez a szellemírtóknak a legendás fegyvere. Nos, ha ez megvan, akkor pedig megbar, megfogjuk itt két ujjal ezt az egészet, és kihúzzuk innen. Így valahogy. És hát kicsit szét is nyílt nekünk maga ez az egész kis pak. Ez elméletileg ez nagyjából így kell ide becsomagolni, és akkor így rátenni a kocsi tetejére. Így nem tűnik bonyolultnak, de amúgy az ember meg tud vele szenvedni, ha nem akarja, hogy megtörjön ez a kék kábel. Nos, utána kihajtom ide ezt a kék kábelt. Lehajtom oldalra ezt a kis piros lőtorny, lőtorony jellegűt, és ezt a panelt az aljáról kihajtom, egészen így, és úgy, hogy ez így lehajoljon, ez a fehér tartály ide, fölhajtom, de előtte még ide bedugom ezt a kábelt. Így, valahogy. És ha ez megvan, akkor lehajthatom a helyére ezt a proton tartályt, és ezt a kék kábelt, pedig ide a Proton puskának a hátuljába van itt egy csatlakozási pont, ö, csatlakoztatom. És akkor kész is a Proton fegyver lényegében, ezt egy előre félre is tesszük, jöhet maga az autó. Nos, hát ö, én úgy szoktam kezdeni, hogy kihajtom a hátuljánál, kinyitom ezt a csomagtartó részt, másik oldalt ezt megismétlem, így valahogy és kihajtom a figurának a lábfejeit. Így már akár meg is tud állni nekünk az autó. És ha ez megvan, akkor kinyitom itt a térdénél az egyik panelt a másikat, és egy kicsit így megmozgatom, úgy, hogy szétnyíljon itt nekünk, kiakadjon. Itt ez a, mutatom, ez a két horog itt egy kicsit kiakadjon. Így. Jó. Nos, hogyha ez megvan, akkor vissza lehet csukni ezeket a paneleket, amik így rögzítik a térdét, és szét is húzhatom maga a figurának a lábát, ahogy mondtam korábban, így már megáll. Ennek a kis fekete tartónak, ennek a kis létrának ez lenne a helye, és ezután pedig jöhetnek a oldalai a figurának. Ezt megnyomom lefelé, amíg végül is az oldalsó ajtók. És, ha ez megvan, megcsinálom a másik oldalt is. Így. És itt pedig, hát ezt most így föl kéne játszani, de nekem ez valami így megszorult. Itt van neki egy ilyen kis fehér rögzítő ami ide akad be, ez az, ami nem akarta engedni, de most már így jó, és ezt így egy dupla hajtásos fekete panelon van rajta, amivel fölhajtom ide a figurának a oldalához így valahogy. Jelen pillanatban itt állunk, csak elmenek egy kicsit a kamerám. Nos, innen már egyébként gyerekjáték magát átalakítani a figurát. Ö Hát a következő képen szétnyitom itt a motorháztetőt, és még egy kicsit állítok a kamerán. Tehát ezután uh, lenyitom neki így két oldalra a két kezét, és elfordítom a vállát a figurának, úgyhogy ez a kettő rész nézzen velünk szembe. Nos, ha ez megvan, akkor... Tehát ezután pedig kihajtom innen neki a alkarját, és így lehajtom, és akár a csuklóját is kihajthatom. Ezt pedig a másik oldalt most megismétlem. Így. És ezt a panát, amit a motorháztetőnek a felső része, egyszerűen csak így lenyomom. Másik oldalt megismétlem, mondom, lenyomom. Igen, ez egy kicsit, hogyha nem a megfelelő szögbe áll, akkor már megszorul. De így. Jó. Ha ez megvan, akkor pedig behajtom így oldalra a autónak az elejéből, ami maradt. És a sarkánál, aha, jó. És már csak annyi van, hogy a melkos páncéját így kinyitom a figurának, kihajtom a fejét és kész is gyakorlatilag. Itt is áll előttünk Ectotron, ami nagyon-nagyon jó lett. Tehát megmondom őszintén, hogy meglepően klassz, mert megvan neki az a transformeres feelingje, hogy ez egy alakváltó figura. Viszont ő, ő, nyomába meg magá viseli a szellemírtók overájának a nyomait, illetve a szellemírtók karaktereinek a jegyeit. Tehát maga a fején van neki egy ilyen szemüveg, amit sajnos fölhajtani nem lehet, de ez egy az egyben egy olyan arra emlékeztet minket, mint amit Denekroy, ugye Ray viselt a filmbe a képregényben ezt így föl lehet neki, hogy föl van neki hajtva, itt valamiért folyamatosan a fején van, pedig hát meg lehetett volna csinálni. De klassz, tehát egy egy az -egy egybe -egy idézi, illetve maga a színezése is arra a barna overára emlékeztet, mint még itt az övcsat rész is, és hát itt van rajta a névtábla, mint ahogy a szellemírtókon is rajta volt, ugye neki, Ectotron felirattal. Ö, hát hátulról, igen, hátulról nem mutat olyan sokat még egyenlőre, de nincs is rajta neki a proton tartája hátán, amit ide kell beilleszteni. De így néz ki. És oldalról pedig ezt mutatja nekünk a karakter. Másik oldalról pedig ezt. Nagyon szépen aprólékosan ki lett dolgozva. Klassz lett neki a keze, tehát ez a kis piros betét, ez jó pofa. Feldobja a karaktert. De maga a főszíne az a barna, és ez a vajszín. Mozgathatóság szempontjából egyébként egész jól mozgatható, bár itt sajnos megakad neki a keze, a válla, tehát ennyire lehet fölemelni a kezét, és a vállát pedig így föl lehet neki hajtani. Derékba nem mozgatható a figura, a fejét azt viszont körbe lehet neki teljesen tekerni. Könnyékbe ennyit hajlik a figura, és a csuklója is, hát egy minimális mozgást enged, de ez ugye az átalakítás miatt. A spárga az egyébként egész jól megy neki. Ö, hát előre fele ennyire föl lehet neki hajtani a lábát, hátra feleét megütközik, tehát ez így ennyi térbe pedig így hajlik a figura. Én úgy gondolom, hogy amennyire kell, amennyire az ember azt mondja, hogy indokat ennél a figuránál mozgatható legyen, annyira mozgatható. A balansz az egyébként egész jó neki, tehát bírja a súlyát, még, aztán még nem raktam rá a hátizsákot, tehát nyilván akkor is fogja tudni magát tartani. Ö, hát akkor szereljük is föl rá a Proton tartályt, amit úgy tudunk, hogy itt van egy ilyen kis fekete bevágás. Ezt eléggé elég sajnálom ennél a figuránál, mert ennyi ez a rögzítés, ez a fekete bevágás ezzel felszerelem gyakorlatilag, vagyis ö, fölakasztom ide hátúra. Itt van neki ez a kiállás. De rosszul mondtam, mert ezzel a bevágással kell rögzíteni. Így. Nem mondom, hogy rosszul kapaszkodik, de valószínű, hogy ha az ember játszik vele, akkor lejön róla. És magát a proton fegyvert, az pedig ö, azt pedig így tudom neki a kezébe rögzíteni, már ha hajlandó megfogni. És ez a kis kék cső, ez hajlamos kijönni belőle. De valahogy így mutatna a fegyverzetével ez a figura. Már ha hajlandó lenne, csak benyomtam a sarkánál neki közben ezt a támaszt, és ez miatt egy kicsit nehezebben áll meg. Akkor hasonlítsuk is őt össze az előbb látott alakváltókkal. Mellé is teszem nektek az MP Bumblebee-t. Hát ők így mutatnak, igazából az körülbelül az ágyékáig ér neki Bumblebee. Együtt, de hát ő egy kisméretű alakváltó. Itt lenne mellé akkor a Studio 86 szériás Jazz. Ő egy kicsit magasabb, mint B, de nem sokkal, ugye nem vitték túlzásban ennél a figuránál a méretet. És akkor Optimus Prime, és itt lenne mellé. Mondjuk kíváncsi lennék, hogy a képregény szerint melyik Optimus van mellette, mert ugye ha a Kingdomos, hát ez lényegesebben alacsonyabb nála, ami fura, ugye mert a képregényben meg magasabb volt, mint Ektor a figura. Ha pedig az MP, hát ez a figura klasszul néz ki, de azért a Masterpiece kategóriába nem sorolnám bele. Tehát erre ez úgy, úgy, érdekes, hogy nem passzol úgy méretügyileg. Nos, ennyit az összehasonlításról. És akkor összegzem nektek a tapasztalataimat ezzel a figurával kapcsolatban. Összességében nézve, e, hát ez egy nagyon jól sikerült figura, és elégedett vagyok neki mind a két módjával, viszont hogy tényleg szüksége volt-e a Transformers Univerzumnak erre a karakterre, hát azt nem hiszem. Szerintem ezt csak a legelvetemültebb gyűjtők fogják megvásárolni, vagy azoknak a felesége de játékra is jó lehet, és egyébként itthon is megvásárolható, tehát igazából olyan 25 ezer forintért a tieteké lehet ez a figura. Nos, lássuk, mit élik tudni Ectotronról. Tehát akkor frakciója autobot, rendeltetése tudós, jellemzését nézve, vagy természetét nézve vicces, bohókás természetű, de ha úgy alakul, nem fél a harctól, nagyon tiszteli optimus -t hát a történetét az röviden ugye a képregényből is megismertük az elején, egy ugye, egy párhuzamos dimenzióba, ő is a földre érkezett a bárkán Optimus ékkal, és lemásolta a szellemírtók autóját, Ezután átvette annak a helyét, és csatlakozott a legendás szellemírtók csapatához. Hát ezzel végére is értünk ennek a videónak. ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, like megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket, sziasztok!